Adjon Isten mindenkinek, a mai videóban szikambriai falat nézzünk meg, ami állítólag itt van Pilisborosjenőn. Egész pontosan itt a fák mögött. Azért jövünk erre Bicajjal, mert meg akarom mutatni a terepviszonyokat. Itt fölfelé egy dombocska van, de lefelé a völgy irányába megy az út. Ez az út a régi kőbánya felé vezet, és ezt mutatom meg, hogy itt a fal hogyan is néz ki. Tehát nem értem, hogy miért mondják azt, hogy ez itt a szikambria fala, miközben csak egy sima bányába vezető útról van szó, és az itt fölszedett követ vannak félre pakolászva. Itt látható, hogy még nincsen meg a fal. Másik oldalt van egy kis dombocska, ami lehet még esetleg az is fal, mert van benne kő. Ezen az oldalon még itt már elkezdődött a fal. De mindjárt nézzünk egy kis helyet, ahol megmutatom részletesen, hogy hogy néz ki ez a fal összerakott kövekből. Napod. Hát ott van kő, itt van egy kis magaslat, de be van tömődve, mivel ezeket a köveket, ha innen szedték föl és földön rakják össze, akkor nem fogják tudni meghatározni a korát. De mivel itt egy bányáról van szó, tehát valószínű, hogy a bánya idejében készült a kőfal is, valószínű azért, hogy a vizet levezesse, vagy ne menjenek rá rámosott sár, vagy egyéb dolgok. De itt már elkezdődik a parkoló, ami egy ideglenes parkoló. Ott van még egy ilyen kis sáncszerűség. És az út két oldalán itt már megjelenik a látható kőfal. Mivel vékony, nem valószínű, hogy ez egy hatalmas nagy vár része lett volna is valaha, de az egyes gondolkodók, szakértők így vélekednek róla. Tehát ott van például a kő összepakolásza. Tehát aki itt a parkolóban leparkol, ő már egyből ki is szúrja, hogy valójában a fal az innen indul, ettől a résztől, és ugyanolyan homokkőből van a fal, ami itt megy fölfelé a parkolóhoz, mint az alapkőzet itt a területen, de visszasétálva megmutatom ezt a kőfalat. Ugyanis nem mindenkinek van kedve eljönni ilyen kirándulásra, és hát ez az a nagy, hatalmas kőfal, ami igazándiból egy támfal ehhez a telekhez képest. És még akár sánc is lehetne, de mivel hogy ez homokkő, szárazon van rakva, nem habarcsba, ebből a formából viszont meg nem állja meg a helyét, hogy az bármilyen hatalmas vár része lenne. Tehát itt megy tovább a fal, másik irányba. Hát ezt szerettem volna a mai videóban megmutatni. Aki nem hiszi, járjon utána, a GPS koordinátákat berakom a videó leírásába. Úgyhogy bárki megtekintheti és meggyőződhet a saját szemével, hogy ezek a kövek valójában itt vannak, úgy, ahogy a kutató mutatja, csak a kő
nem az, amire mondja, vagyis hát igazából ezek a saját gondolatai. Viszont, hogyha valakinek van ötlete, hogy hol van még szikambria, nagyon szívesen utána járok, írjátok meg linkbe, és készül arról is egy videó. Addig is Isten áldjon benneteket!